Sok szeretettel üdvözlöm Önöket a Kibontakozó Podcastben. Mai vendégeim Izsó Angelika és tanítványai. Izsó Angelika a Montázs Dráma Pedagógiai Egyesületnek a vezetője. Sok szeretettel üdvözlöm. Szép napot kívánok én is mindenkinek. Vendégeket hozott magával. Kik ők, Angelika? Az én kis kedvenc kém, de azért szeretném, hogyha ők mutatkoznának be és mondanának pár szót magukról. Akkor először a hölgyet kérném szépen. Én Zupic Friderika vagyok, és 24 júniusában végeztem színész egy képesítésben. Háka Dorján vagyok, és én is most júniusban végeztem színész egyen, és tavaly színész kettőn. Kis István vagyok, én is a többiekkel végeztem, szintúgy színészként. Üdvözlöm Önöket itt a stúdióban, nagyon örülök, hogy elfogadták a meghívást. Először is Angelika megengedi a montázsról beszélgetnénk, az Egyesületről nagyon sok tevékenységet végeznek. Hogyan jött ebben a színész képzés? Úgy jött, hogy az Egyesület neve Montázs Drámapedagógiai és Közművelődési Egyesület. A drámapedagógiával foglalkozunk kezdetektől fogva, és nagyon-nagyon sok gyermek és diák színjátszó csoportunk volt, és azt éreztük, hogy kell, hogy tovább lépjünk. Tehát nem állhat meg az élet 18-20 évesen, ha a színjátszásról van szó. Viszont valahogy a felnőtt színjátszás hirdettük, és nem működött. És elindítottuk ezt a színészképzést a Nyitott Ajtó Baptista szakképzővel közösen, és erre végre bátran jelentkeztek az emberek. Ez ugye akkor egy államilag elismert képzés. Igen, igen, igen. Ami ugye nem mindegy, hiszen színész 1 és színész 2 papírt kapnak azok, akik itt végeznek, ha jól tudom. Igen, igen. Második év végén színész 2, és utána egy évet még járnak, és akkor színészek lesznek, színész 1 végzettséggel. Ha jól gondolom, akkor ez az egyetlen ilyen képzés Miskolcon. Tehát aki színész papírt szeretne szerezni, annak itt van csak lehetősége. Így igaz. És ugye ez nem színművész, hanem színész, tehát nem egy egyetemi végzettség, hanem ez egy felsőfokú végzettség. Ezzel ugyanúgy el lehet helyezkedni színházban, mint a színművész végzettséggel. Akkor egy kicsit a vendégeinkhez fordulnék, hogy mi volt a motiváció, hogy jelentkezettek erre a képzésre. Mit vártak tőle, azt kapták-e, amit vártak, illetve hogy mik a célok a papírral. Én gimnázium utolsó évében hallottam erről a képzésről, akkor már elindult, és mindig is foglalkoztatott egyébként engem a színészet, a szereplés, szemtelenszor mondtam az iskolában is verseket, és ezért döntöttem úgy, hogy ezt megpróbálom. Úgy voltam vele, hogyha még nem is ezzel fogok foglalkozni a jövőben, akkor is sokat tud nekem adni, mind önfejlesztés, mind a kommunikációfejlesztés szempontjából, meg hát nagyon sok új csodálatos embert ismertem meg egyébként ezáltal, úgyhogy nekem ez volt igazából a motivációm, hogy fejlesszem ezeket a készségeimet. Mik volt a kedvenc tantárgya? Hát egyébként a színészmesterség, mert hogy ott tanultunk igazából legtöbbet a színészetről is, hogy viselkedjünk színészként. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy a mesterség. És a csapat? Hányan voltak a képzésen, hány évig tartott? Tehát ugye ez 2 év, ha jól tudom. 2 év volt a színész 2, és utána ráépült még plusz 1 év ugye a színész 1, tehát így összesen 3 évet jártunk. Olyan 7-en lehettünk így szinte végig a képzés során. Milyen gyakorisággal találkoztak, illetve hogy volt-e valamilyen megmutatkozás a végén, egy bemutató darab? Abszolút volt, egyébként minden fél évben is vizsgánk, és évvégén is volt vizsgánk. A színész 2 vizsgánál ott elméleti vizsgát is tettünk, meg a színész 1-nél is. Úgyhogy nem csak egyébként a színészmesterségben, hanem az énekben és mozgásban is vizsgáztunk fél évente. Most már ugye megvan ez a végzettség, melyek a célok? Mi lesz a következő lépés? Hát őszintén én a média felé, vagy engem a média felé húzza szívem, és nézelődtem már, azt gondolom, hogy ennek igazából a jövője Pest, vagy úgy, amiből
igazán lehet valami, úgyhogy tervben van a későbbiekben a Pestre költözés. A média az főleg kommunikációt jelent. Itt újságírásról, televíziós médiás szereplésről van szó. Televíziós média, igen. Igen. Értem. Fiatalember? Na, ugye nekem is az egyik gyerekkori álmom az volt, hogy színész legyek, már így szerepeltem általános iskolában is, az osztályon ilyen különböző műsorokban, és ott is többen is látták a tehetségem hozzá, és hát azt mondták ők is, hogy ezzel nekem valamit kezdeni kell, és hát igen, pont jótól jött ez a lehetőség, érettségi után hallottam, meg én azonnal a legelső éven indultam is, 2020-ban, és hát igen, nagyon sok önismeretet és fejlesztést adott nekem azon kívül, emberileg is, nem csak szakmailag. És hát most, hogy elvégeztem már, én most is sokat feljárok Budapestre, ilyen különböző filmekben statisztának, néha már voltak kiemelt szerepeim itt is, úgyhogy igen, én is szeretnék a jövőben a színész karriert minél több helyen is egyre nagyobb szerepekbe kipróbálni magam, hát hiszem, hogy jó úton haladok már e felé most is. Erről a statisztálásról beszélne? Egy pár gondolatot, nagyon érdekes dologról van szó, hogy lehet ezekbe a nemzetközi vagy hazai produkciókba bekerülni? Hát ugye a casting ügynökségek által ide is, oda ugye be kell regisztrálni, és utána ott megvannak ezek hirdetve, és lehet jelentkezni, de már hogyha egy több ideje bent vagyok a bázisban, már előfordul az is, hogy ők felhívnak maguktól, hogy ráérek ektorra is. Ektor. Itt előnyt jelent az, hogy van valamilyen szintű előképzettség? Hát eddig még sokra nem mentem bele, de bízunk benne, hogy majd fogok. Meg hát sok helyen lehet, hogy a tehetséget is figyelembe veszik, nem elsősorban azt, hogy kinek milyen végzettsége van. Hát ezzel el kell menni válogatókra még. Próbálkozni kell. Igen. Következő. Versenyző. Hát én talán abból egy kicsit kilógok sorból, hogy én idősebb vagyok, tehát én már korosabban kezdtem el ezt a képzést. Én már több évtizede játszok amatőr társulatban vidéken, és tulajdonképpen ott kaptam meg az információt, hogy indul egy ilyen képzés, és megragadtam a lehetőséget. Én úgy érzem, hogy elég sokat adott hozzám, tehát teljesen más lett a kiállásom a színpadon, sokkal jobban érzem magam tőle, tehát érezhető a hatása. Melyik vidéki társulatban? Én Mezőkövesden játszok egy társulatban. Fontos volt, hogy azon túl, hogy nyilván van egy tapasztalat, ehhez társuljon egy végzettség, egy államilag elismert papír? Hát tudod, az mindenképpen jó, hogy van egy képzettségem, de sokkal többet ér az ott szerzett ismeret. Tehát itt teljesen átláttam a színháznak a múltját. Bele tudtam cseppenni egy igazi színházi munkába, igazándiból. Önnek melyik volt a kedvenc tantárgya, ha lehet így mondani, nyilván nem erről van szó, tehát hát, modulok vannak, illetve tanárok vannak, ki volt a legmeghatározóbb? Hát nyilván a színész mesterség az mindenkinek tetszeni fog, aki színészképzésre jelentkezik, mert ott fogja meg igazándiból. Nekem tetszett a beszédtechnika. Tehát azt a kettőt, azt mindenképpen. De hát nyilván mindegyiktől kaptunk valamit, mert a tánc is, még annak ellenére egy kicsit túlsúlyos vagyok, az is adott valamiféle puszt. A tanároktokhoz, vagy a tanárukhoz fordulnék, Angelikához, illetve a vezetőhöz. Ez a csapat milyen volt? Ugye idén megint csak indult egy képzés, de hogy emlékszik vissza erre a hétfőre? Milyen volt velük együtt dolgozni, milyen volt ez a csapat? Most bemutatkozom. Izsó Angelika vagyok, és én is 2024 júniusában végeztem a színészképzésen velük együtt. Értem. Mert én azt gondolom, hogy bár drámapedagógusként oktatom őket, de végig az volt az érzésem, hogy nem lehet úgy oktatni, hogy nem látok bele a teljes folyamatba, ezért én is elvégeztem ezt a képzést velük együtt. Nem az első osztálya, hanem a második osztályjal, és azóta már még két osztályunk indult, idén is indult egy, és én nagyon imádtam velük dolgozni, úgyis, mint tanár, vers és próza és beszédtechnika tanár, de nagyon szerettem velük dolgozni úgy, mint diáktárs.
nagyon összeszokott, és azt gondolom, hogy talán ez a legcsodálatosabb dolog, hogy a mostani kettő osztályunk, mind a kettő olyan erős csapat, valahogy a színészet, a mesterségúrák, ez a közös munka, ez összekovácsolja az embereket. És bármikor barátként tekintenek egymásra, bármikor támaszkodhatnak egymásra, segítik egymást, és tartják egymással a kapcsolatot. Tehát, hogy azt hiszem, hogy ahogyan előttem is mondták a drága tanítványok, hogy sokkal több ez, mint színészképzés. Önismeret, társismeret, nagyon sok minden. Ugye ez kell egy megfelelő helyszín, ami azért nem olyan nagyon régen adott, de azt gondolom, hogy nagyon megfelel ennek a célnak a DOK. Erről egy-két gondolatot esetleg? A DOK humán kikötő a Vasgyári úton van, és igencsak eldugott helyen igazából, de nagyon látványos. Egy kis stúdió színházzal rendelkezik, azon kívül tanteremmel, konyhával, pihenőhelységekkel, tehát nagyon jól felszerelt kis iskola a színészképzésnek, és nagyon sok eseménynek is otthont ad. Tegnap például az Okuláré projektnek volt egy eseménye, amit a Fiatal Drámaírók Házával immár most második évada csinálunk. Ebbe bevonódnak azok is, akik esetleg végeztek? Tehát, hogy arra szeretnék célozni, hogy megmarad-e a kapcsolat azokkal, akik végzett színészek lettek itt? Hát a kapcsolat mindenképpen megmarad, nekem többükkel is van kapcsolatom. Ezek a lehetőségek nyitottak számukra, hogy részt vegyenek. Általában azért az éppen aktuális osztállyal dolgozunk benne a projektben. Az Okulári projekt például egy felolvasó színházi projekt, és ez nekik nagyon jó gyakorlás. Akik végzettek, azok már profik ebben, viszont előfordul az, hogy emberhiány miatt, mert esetleg olyan az időpont, most pont jönnek a beteges időszakok, és egyebek miatt megkérjük őket, hogy ugorjanak be. És hát ők már azért profin csinálják a felolvasó színházat is, tehát nyugodtan rájuk lehet bízni, akár azt is, hogy blattoljanak helyből. Ők is részt vettek ebben a projektben tavaly. És hát természetesen várjuk őket továbbra is. Hívjuk, várjuk, nézőként, fellépőként. Úgyhogy igen, megmaradt a kapcsolat. Most szeptemberben egy új hirdetést láttam, miszerint folytatódik a színészképzés, és most már új emberek jelentkeztek erre, gondolom én. Szeretném megkérdezni, hogy most milyen a csapat, hány fővel indult el ez a képzés, lehet-e még erre jelentkezni, nyitott-e a lehetőség, vagy igazából már októberben nem várnak több embert? Lehet jelentkezni, nyitott a lehetőség, most is egy 8 fős csoportunk van, ami nálunk nagyon különleges, és különbözik attól, ami Magyarországon létezik, hogy mi nem szabunk korhatárt. Tehát most azt hiszem, nem akarok hazudni, de olyan 55 éves a legidősebb, és 19 éves a legfiatalabb. És ez nálatok is így volt, ez bólogatnak itt mellettem. Tehát, hogy mi nem szabunk korhatárt, és ettől csodálatos az egész, hogy a tapasztalatok, a mindenféle különbözőségek ellenére egy nagyon erős baráti közösség alakul ki. És ez szerintem a mesterségórákon végzett gyakorlatok és közös szenvedések és örömöknek is köszönhető, de bólogassatok, vagy rázzátok a fejeteket, vagy mondjátok, ha nem így van. Nyugodtan, igen, hogyha bárkinek gondolata van ezzel kapcsolatban, akkor mondja, itt a hölgy velem szemben még nagyon fiatal. Hány éves? 22. Neked, vagy nem baj, ha tegeződünk, hiszen a korodnál fogva megengeded, remélem, hogy neked milyen érzés volt idősebbel együtt dolgozni?
Én megmondom őszintén, én nagyon csodáltam őket a tapasztalatukból adódóan. Ugye akik nálunk idősebbek voltak, ők ugye már ebben az amatőr színjátszásban régóta benne voltak, és még nagyon az elején, amikor tényleg elkezdtünk így ilyen improvizációs gyakorlatokat is csinálni, mindig meglepett, hogy milyen frappáns ötleteket tudtak kitalálni. Szóval én ennek abszolút örültem, hogy ilyen nagy volt a korkülönbség, mert szerintem tudtunk tőlük tanulni. Fiatal ember? Hát igen, én is azt gondolom, hogy sokkal jobb viszont is ki tudtam alakítani az idősebbekkel tőlem, mert valahogy így jobban megértőbbek, meg többet tapasztaltak már, úgyhogy igen, határozottan előnyös volt számomra is. Főleg, hogy én is beugróként amúgy sikerült bekerülnem ebbe a mezőkövesi társulatba egy-két darab erejéig. Úgyhogy... Akkor még egy kis színházi tapasztalat is társult ehhez. Igen. És az úriembert megkérdezhetném, aki az idősebb oldalt képviseli. Igen, hát úgy emlékszem, hogy ketten voltunk, akik egy kicsit idősebbek voltunk, Mónika és én. Hát nekem nagyon fiatalokkal dolgozni mindig egy felfrissülés jelentett, úgyhogy örültem neki, hogy fiatalokkal dolgozok. Nem volt furcsa, hogy nem ugyanaz a tapasztalat, akár az életet, akár hogyha a szakmát tekintjük, tehát össze lehetett egyeztetni? Össze lehetett, abszolút. Tehát ez inkább előnyös volt. Tehát ebben nem volt csak. Ebben soha nem volt. Tehát akkor a mostani csapat szintén ilyen heterogén. Így van, de azért említsük meg, ha már itt tartunk, Püspöki Péter nevét, aki a mesterségórákat tartotta, aki igazából a legtöbbet volt velük, mert a mesterségórákból van a legtöbb, hiszen a gyakorlat számít így nagyon, és akinek köszönhető az, hogy ezek az ellentétek, ezek, amik esetlegesen lehettek volna, ezek mégsem alakultak ki, mert nagyon jól összeszokott a csapat a mesterségórákon. Ha már a Péter nevét említettük, a többi tanárról tudunk-e valamit, kik azok, akik még oktatnak itt? Igen, a Miskolci Nemzeti Színház táncosa, Lukács Ádám oktatja a mozgást. Virányi, ugye jól mondom, Virányi Zsanett, mert hogy férhez ment, és új neve van, Virányi Zsanett az énektanárunk, aki egyébként a Egressiben tanít magánéneket, és Lukács Ákos az Rényi Ilona gimnázium tanára, pedig a másik mesterségtanárunk. Nyilván mindegyik tanártól más kaptatok, vagy kaptak. Ki az, aki meghatározó volt? Ki kezdi? Hát Péter, Püspöki Pétert mondanám talán, mert hogy ő vitte végig a darabunkat, amiket bemutattuk. Amit bemutattunk darabot, ezt ő vitte végig, ő rendezte. Úgyhogy vele voltunk a legtöbbet. A darabról egy-két gondolatot megtudhatnánk, hogy milyen típusú, milyen műfajban íródott? Hát a Szecsuáni Jólélek, az volt a Színész 2-nek a bemutató darabja. Hát egy évig dolgoztunk rajta legalább, ugye? Jól emlékszem. Úgyhogy egy hosszadalmas munka volt megcsinálni. Illetve a másik darabunk most a Színész 1-re, ez meg a Tóth Feri volt, ez egy ilyen sokkal humorosabb, de ilyen régies nyelvezetű. Meg azon kívül nekem még az ének is nagyon sokat adott, még pluszba, mert hogy eddig annyira nem szerettem, de most már annyira nem értek meg attól, ha énekelni kell, és valamennyire még meg is szerettem, és lehet, hogy később még akár azon is szeretnék csiszolni, úgyhogy... Az ének egyébként nekem is meghatározó volt a színész mesterség mellett. Én most egyébként, hogy elvégeztem ezt az iskolát, elkezdtem járni magánénekre, volt énektanárunkhoz az Egressi Bénibe, mert szerettem volna még ezt is jobban elsajátítani, tehát a képzésben főként ugye magára az éneklésre fektettük a hangsúlyt, akkor szolfés óránk nem volt, és én ebbe is egy kicsit jobban bele szerettem volna látni, úgyhogy még tanulok. És van célod vele? Igazából csak inkább hobbi. Igen. Meg szeretek énekelni, tehát szeretek zenét hallgatni, nagyon szeretem a zenét, és szerettem volna ennek a hátterét is megtanulni.
Angelikához fordulnék, aki később mégsem ezt a pályát választja. Ez a civil életben mennyire tudja felhasználni ezeket az ismereteket, amiket ott tanul? Hát, ahogy hallottad is egyébként a tanítványoktól, nagyon sokat ad. Egyrészt az önismeretet. Azt szerintem mindenkinek szüksége lenne rá, hogy egy ilyen folyamaton átmenjen. Minden egyes darab egyfajta önismereti tréning. A maga a munka folyamat, a próba folyamat. Másrésztről ad egy olyan fajta tartást és kiállást, ami az egész életünkre szükséges. Merészebbek lesznek, szabad ezt a hétköznapi szót használni, a tanítványaink sokkal nyitottabbak, sokkal jobban átlátják az egyes szituációkat, amikbe az életükben kerülnek, sokkal jobban tudnak rá reagálni, és ez egyrészt az önismeret, másrészt az, hogy rengeteg helyzetben vannak az egész tanulmányuk során, és megtanulnak bátrak lenni. És szerintem ez egy nagyon fontos dolog. Aki hallgatva ezt a podcastet, úgy dönt, hogy szeretne csatlakozni ebbe a képzésbe, ehhez a csapathoz, ehhez a társulathoz, az hogy teheti meg még így októberben, október végén? Hát vagy rám ír a Messengeren, is Evangelikaként vagyok fönt, vagy pedig a nyitott ajtó baptista szakképzőbe betelefonál, vagy a honlapon lehet találni jelentkezési lapot, bármelyik módon e-mailt ír, bármelyik módon szívesen fogadjuk a jelentkezését. Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm szépen, hogy itt voltatok, vagy itt voltak. Mi köszönjük, hogy itt lehettünk. Köszönjük.